Köszöntöm nézőinket! Lássuk, miről szól ma a fáma. Először a magyar énekesnővel Dérhenivel beszélgetünk, ezután a Magyar Tudomány Napját ünnepeljük, végül pedig az Új Színházba is benézünk. Dérheni Vajdaságból származó magyar énekesnő mesélt nekünk pályafutásáról, új dalairól, jelenlegi munkásságáról, valamint arról, hogy mit is jelent számára Pécs. Dérhenit lassan 14 éve ismeri az ország. Henit egészen kicsikora óta érdekli már az éneklés. Emlékezetem szerint az első képem az, hogy már énekesnő szerettem volna lenni, amikor így nyilván megtanultam beszélni, járni, úgyhogy nagyon-nagyon pici korom óta így nagyon-nagyon belső motivációként iszonyatosan erős akarat volt bennem az irányba, hogy én ezt a pályát válasszam. És egész végig kísérte a gyerekkoromat ez a fajta ambíció. És hát nyilván jöttek a visszajelzések, hogy ügyes vagyok, és érdemes lenne ezzel foglalkozni. Nem mindenhol kaptam támogatást, még a családom az annyira nem támogatta ezt a fajta pályát, mert nyilván komoly polgári foglalkozást szerettek volna, vagy szántak volna nekem. És hát nyilván mindezek mellett ezt is elvégeztem, de lehet, hogy pontosan ezért. Tehát én mindig azt mondtam, hogy a tehetség mellett a diákjaimnak is mindig azt mondom, hogy a legfontosabb az, hogy legyenek céljaink, legyenek álmaink, és azokért tanuljunk meg küzdeni. Mert hogyha ez a kettő, vagy ez a három szegmens így teljesen jól össze tud kapcsolódni, akkor én azt gondolom, hogy van a másiknak helye ebben a szakmában, enélkül nem lehet. Az énekesnőt nem csak szólóban ismerhetjük, hiszen több évig tagja volt a Sugar Love zenekarnak is. Eddigi pályafutását ismertette velünk. Az első olyan pont, amikor talán emlékeit lehetne a közönségnek, az a Megasztár. Az első Megasztárban voltam, tehetségkutatóban, döntős, és ott a 8., 9. döntőig eljutottam. És hát láss csodát, én erre is mindig azt mondom, hogy nincsenek véletlenek. Ha nem nyered meg azt a műsort, de az a három szegmens, amiről beszéltem, tehát hogy nagyon nagy a tehetség, kitartás, szorgalom megvan, akkor itt lehet állni, és nem megnyert versenyzőként is, lehet nagyon sikeres előadó művész valaki, és egyáltalán nem ez számít, tehát ha valaki azt gondolja, hogy ez a fő cél, nyilván ez a fő cél, de hát mellette ugyanúgy meg lehet tenni a karriert. 9 évig voltam a Sugar Love énekesnője, ezek után, tehát ott is volt egy komoly pop-rock szféra, ami egy másfajta vonal, másfajta stílus, ez nekem egy óriási nagy ugródeszka volt igazából ahhoz, hogy felkészítsem saját magammal szóló karrieremre, amit viszont 2013-tól tudok jegyezni. Nyilván már korábban is voltak saját dalaim, és hát az igazi szívem csücske, az nyilván a szóló karrierem kezdete volt, stílusilag is. Ez volt az a vonal, amire bármikor azt mondom, hogy megérkeztem, hiteles tőlem, és kiforta magát. És hát nyilván innentől számolva volt rengeteg slágerünk a Sugar Love-a, amire nagyon-nagyon sokan emlékeznek, Hajnalig még van időtől kezdve, a Barbie, és a mai napig kérik tőlem ezeket a dalokat. Viszont én mégis azt mondanám, hogy talán az Ég veled volt az első olyan berobbanás szóló karrierben, amire úgy igazán önmagamként tekinthetek, és talán a közönség is pontosan ezért szerette tőlem annyira, és ennyire, ezért lett ennyire sikeres, mert mindig hiszek abban, hogy ez így hiteles tőlem. Az énekesnő legújabb dala, a Szemtelen, már 10 millió nézettség fölött jár a videó megosztó portálon. Az új dal sikeréről kérdezzük, hogy mi is lehet ennek a titka. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy igen, nem csak egy dalról beszélhetek, és most a saját stílusomban próbáltam interpretálni azt, hogy melyik az a dal talán, ami elsőként így berobbanó sláger. Nagyon jól felvetetted azt, hogy igen, van még több. Nagyon örülök annak, hogy ennyire szeretik az emberek a dalaimat. És nagyon örülök annak is, hogy van rá hallgatóság. A Szemtelen, ez az egyik legújabb dal, így van, ami most a YouTube-on, a megosztó videó megosztó csatornákon is nagyon-nagyon szép számmal pörög, amit szeretnék innen is megköszönni a kedves közönségnek, hallgatóknak, gyerekeknek, akik letöltötték, nézik és kedvelik, és nem csak a testem miatt, mert nyilván nem ez volt a fő szempont. Nekem ez a stílus, amit Burai Krisztiánnal elkezdtünk vinni, tehát az Ég veledet egyébként nagyon kevesen tudják, de sokan is, hogy Burai Krisztiánnal mi nagyon-nagyon szorosan összenőve dolgozunk a stúdióban, és a szinte az összes nagy slágeremnél, amit már a szóló karrieremben összeraktunk, abban a keze benne van. Ő nagyon-nagyon ügyesen rám érzett stílusilag, és nagyon jól ki tudja belőlem hozni azt a vonalat, ami igazából legbelül én vagyok.
Bár lassan a 2017-es évnek vége, Henny még rengeteg újdonsággal készül a rajongóknak. Folyamatosan készülök új dalokkal, jelenleg is kettő van már a kis tarisznyámba, tarsolyomba, amit várok, hogy mikor tudok majd berobbantani. Ezek most inkább rádiósabbak lesznek, csak hogy mindenhol egy picit tudjak kiszolgálni a közönség számára a dalok kapcsán. Az első dalunk az hamarosan megjelenik, szuper sztereóval, akiket azért lehet ismerni, mert hogyha bent a nevedet mondom, akkor nyilván mindenki ismerősen cseng ez a dal. Én nagyon bízom benne, hogy nagyon jó dalt sikerült szintén összerakni, és abban egyedül énekelek. Ez hamarosan hallható lesz, még várom a megfelelő alkalmat, pillanatot, és hát nyilván párhuzamosan lehet, hogy egy eurovíziós dallal is berukkolok, ezek is mind ilyen kezdetleges információk, nem mindent merek még elárulni, meg mindenek eljön majd az ideje. De hát nyilván szilveszterig nagyon-nagyon sok munkám lesz, még indul a decemberi céges szezon, akkor rengeteg délhelyi koncertet lehet majd látni, hallani, illetőleg ahol most is találkoztunk, tehát nekem nagyon-nagyon komoly másodlábam az, és nagyon nagy célom az, hogy a karrierem mellett fontosnak tartsam azt, hogy a következő generációnak, de nagyon tehetséges fiataloknak lehetőséget, eszköztárat és minden egyéb olyan dolgot, tudást próbáljak átadni, amit én mondjuk annak idején nem kaptam meg, és éreztem, hogy ez erre szükségem lett volna. Ahhoz, hogy egyébként aztán hosszú távon egy nagyon sikeres kollégával találkozunk majd 20 év múlva, úgyhogy az iskolát azt nagyon erősen csinálom, és aztán később pedig nyilván a menedzsmentem is, amivel nagyon sokat foglalkozom, több minden nap szinte ez a nap nagy kitevő része, úgyhogy most az éneklés mellett nekem ez a fajta éneklés, pedagógiai munka is fontos szerepet kapott. Kevesen tudják, de Dérhenének az életében fontos állomás volt Pécs. Pécs, hát Pécs hozzám nagyon-nagyon közel áll, és nem csak azért, mert most Pécset vagyok. Nyilván mindenki elmondja, hogy miért szereti Pécset. Én tényleg nagyon szeretem, hiszen ide jártam egyetemre. A másoddiplomámat itt végeztem el, és bár nem nap, mint nap, tehát nem nappali tagozaton tudtam ide járni, és kicsit féltem is attól, hogy Pécs mennyire lesz majd egy teljesen zárt világ, és mennyire tud majd befogadni, vagy mennyire engedi meg, hogy én megismerjem. Én nagyon-nagyon kellemesen csalódtam. Egy nagyon kedves, érdekes város, szeretem, mert semmihez sem hasonlítható. Egy olyan, hogyha találkozom Budapesten egy pécsivel, azonnal kiszúrom, és talán ezzel mindent elmondok. Nagyon-nagyon kozmopolita a maga nemében, annak ellenére, hogy nem főváros. Nagyon-nagyon érződik ez az egyetemi mentalitás, rengeteg külföldi van itt, és nagyon-nagyon érezni azt, hogy már megszokták az emberek, hogy itt egy ilyen világvárossá növi magát Pécs. Viszont ugyanakkor nagyon-nagyon tisztelem Pécsben azt, hogy minden pécsi, az nagyon szorosan és nagyon lojálisan, nagyon szépen, alázattal beszél és tisztelettel a saját városáról, és ők nagyon összetartanak. Na hát ezt egyébként egyre több városban szeretném viszont látni, ez nekem nagyon izgalmas. Látom azt, hogy Pécsi a pécsivel mindig összetart, legalábbis ezt az én saját tapasztalataim szerint ezt tudtam észrevenni. Szeretem. Úgyhogy itt diplomáztam politológusként, aminek szintén nagyon örülök, úgyhogy már csak pozitív kötődése lehet. Jó ide visszajönni. Ránk férne egy lájtos este, mindenki minket méreget, kiszívjuk a véredet. Baby, ránk férne egy lájtos este, a csapatom szemtelen, háromra mindenki mesztelen. Emberközpontú tudomány. Ez a mottója az idei Magyar Tudomány ünnepének. Az MTA minden évben megrendezi ezt a programsorozatot. Ezúttal a Pécsi Közgazdaságtudományi Kar adott otthont az első állomásnak. A résztvevők az orvostudomány több területéről is hallhattak előadást a konferencián. Legnagyobb cél pedig itt a földi részben, ember lenni mindig, minden körül. Arany János szavaival köszöntötte Török Ádám a Magyar Tudomány ünnepnyitó rendezvényén megjelenteket. Az MTA főtitkára hangsúlyozta, a tudomány középpontjában mindig az embernek kell állnia. Köszöntőjében a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Tudomány ünnep kezdeteiről is beszélt. Széchenyi István november 3-án, 1825. november 3-án tette meg a felajánlását, birtoka egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémiának ajánlotta fel. És ebből nőtt ki aztán az a kezdeményezés, amit a Magyar Tudomány ünnepének nevezünk, amelyik ma van, és amelyik egy hónapig tart különböző szakmai rendezvényekkel. És azt is bevezettük, hogy
Az akadémia minden második ilyen rendezvényt a vidéki tudományos bizottságok valamelyik székhelyén tartja. Most 5 ilyen van, Pécs, Veszprém, Miskolc, Debrecen és Szeged. Van egy 6. Kolozsvár, tehát ott egyelőre nem tartunk ilyet, és terveződik egy 7. New Yorkban, hát ott meg még kevésbé. A PTE közgazdaságtudományi kar a rendezvény sorozat első állomása. Az egyetem rektorától a helyszínválasztás okát tudtuk meg. Alapvetően nem ez a fontos determináció, hogy a közgazdaságtudományi karon, hanem a Halasi aulában. A Halasi aula, főleg így a rekonstrukció felújítás után, sugallja leginkább azt a szellemiséget, ami az első magyar egyetemhez kötődő dolog, és annak idején, amikor az akadémia szakembereivel megnéztük, hogy milyen helyszínek jönnek szóba, akkor azért esett erre a választás, mert annak a szellemiségnek, ami a 650-es felsőoktatás, tudomány, innováció, annak ez a helyszín felel meg legjobban. Tehát nem a közgazdaságtudományi kar okán került ide. Az MTA 192 éves fennállása óta fő feladatának tekinti, hogy ne csak művelje a tudományokat, hanem az eredményeket is közvetítse a nagy közönség felé. A rendezvény megnyitóján elhangzott, az idei magyar tudomány ünnepe több fordulóponthoz is kapcsolódik, mint például a reformáció 500 éves évfordulója. A résztvevők olyan orvostudományi témákban hallhattak előadásokat, mint a mesterséges megtermékenyítés etikai problémái. Az egészségügyi tudományág ugyanis a legszembetűnőbb Pécsett, hangzott a megnyitón. A bemutatók során pedig nem csak a technológiákról, hanem azok etikai és pszichológiai hátteréről is hallhattak a résztvevők. Az Apácai Nevelési Központ színpadán október 27-én mutatták be az Őrültek tornya című fergeteges vígjátékot, amelyet Moravec Levente írt. Az Apácai Nevelési Központban mostantól sűrűbben láthatunk előadásokat, hiszen a Moravec produkció jóvoltából megalakult a Kertvárosi Színház nem csak kertvárosiaknak. Egy fergeteges vígjátékkal nyitották meg a Kertvárosi Színházat. Az előadásban több ismert színésszel is találkozhatunk. Az írótól azt is megtudtuk, mikor írta ezt a darabot. 30 éve írtam ezt a darabot, ez benn volt sokáig a fiókban. 20 évvel ezelőtt az Oláh Fenyvesi Judit, aki most már a segédrendezőm, akkor még asszisztensem volt, ő beszélt rá, hogy adjam be egy pályázatra. Beadtam a pályázatot, egy vígjáték pályázat. Természetesen nem nyert, viszont Háda János, aki benne volt a zsűriben, ő fölhívott, hogy szerint ez volt az egyedüli darab, aminek nyernie kellett volna, illetve egy másik, amit szintén beadtam. Tehát ez a két darab, aminek szerinte nyernie kellett volna, nem nyert, de ő elkérte tőlem, hogy ezt meg akarja rendezni. Hogy egy évig ne adjam oda senkinek, mondtam, hogy egy évig nem adom oda senkinek, aztán én elfeledkeztem róla, aztán egyszer csak jött a János, hogy előveszi, aztán utána megint nem lett belőle semmi, és akkor ezt nem tudom, pár évvel ezelőtt fogta és bemutatta az ő színházában. Elmentem megnézni, és azt mondtam, hogy ha olyan helyzetbe kerülök, akkor én ezt az előadást így, ahogy van, megveszem. Elhozom, és akkor itt addig fogjuk játszani, mint említettem a nézőknek, amik kíváncsiak rá. Megfogtam a kicsit egy kicsit! Nagyon kedves! Remélem, hogy nem hoztál tudunk sajtot. Három vagy négy évvel ezelőtt mutatták be ezt a darabot Budapesten. És meg voltunk hívva a premierre, ugye a Levente írta ezt a darabot, és hát a Levente rettegve ment. Mert eddig az az igazság, hogy elszúrták a darabjait. Tehát ez a moravecizmus, jól kell, jó ritmusban jól kell rendezni. Soha nem tetszett neki semmi, mentünk, nagyon, nagyon ideges volt. És beültünk a nézőtérre, és az első 5 perc után a Levente harsányan kacagott. Így talán még soha nem láttam nevetni, és akkor így ránéztem, és azt mondtam, hogy jó, nyert ügyünk van, ez nagyon jó. És utána el is mondta a banketten a rendezőnek is, és a színészeknek is. Azt mondta a rendezőnek, hogy ő az első rendező, aki nem elvett a darabjából, hanem hozzá is adott. És a színészek, én amiben hiszek, jó darab kell, nagyon jó rendező, és most sok jó színészek. De most itt ma este mind a három megvolt. Ez kell, nem egy olyan ördöngös dolog. Jót kell adni, szeretni kell a nézőt. Kiszolgálni a nézőt, természetesen ez nem
gatyaletolás, hanem jó előadásokat kell csinálni, és akkor a néző meghálálja. Minket szerintem a tenyerükön visznek a nézők, szeretnek bennünket. Majd kiderül, hogy ide még jönnek-e, ugye hát itt most ebből sok-sok előadás lesz. Remélhetőleg februártól jövünk a Legyetek jók, ha tudtokkal, ami ugye egy csodálatos, álomszép darab. Itteni gyerekeket szeretnénk játszatni. Aztán az Odysseusszal jövünk, Szőke Zoli, az egy musical lesz, azért is itt, mert itt nagy színpad van, tehát itt elfér 16 ember a színpadon. És közben hát játsszuk az Örömlányokat, a Világteremtődését a harmadik színházban. Szabó Máté, a vígjáték főszereplője, több karaktert is játszik egyszerre. Most ő mesél nekünk szerepe megvalósításáról. Nagyon összetett. Olyan tekintetben összetett, hogy tulajdonképpen egy, kettő, avagy három szerepet kell játszani, majd hogy nem egyszerre. Ez ugye fizikailag nehézen, vagy nehezen kivitelezhető, mert egyszerre nem tudok háromféleképpen megjelenni a színpadon, de egymás után tulajdonképpen a Moravec Leventének hála, úgy lett azért kitalálva ez az egész dolog, meg a Háda Janninak, aki rendezte az előadást, hogy kivitelezhetővé vált ez a három szerep eljátszása, aki valójában egy és ugyanaz, illetve hát mégiscsak kettő, de hát ikertestvérekről beszélünk, tehát tulajdonképpen majd, hogy nem egy hajszál választja el a két figurát egymástól, de ennek ellenére mégis egy olyan koncepciót kellett választani, ami fogyasztható így is, úgy is, tehát mind a két figura szerethető kell, hogy legyen. Én ebben hiszek, hogy a néző azért jön színházba, hogy ott szerethető embereket lásson. Úgyhogy hát végül is összetett és komoly koncentrációt igényel, úgyhogy ez nekem egy kihívás, és egyben tulajdonképpen egy jutalomjáték is, amit innen is nagyon köszönök mind a Leventének, mind a Jánosnak. Az előadás után pesgőzés és ünneplés is volt. Moravec Levente és Dévényi Ildikó azt is elmesélték, hogy mit is ünnepeltek. 20 éve létezik a Moravec produkció, illetve az elődjei, de hát egy jogfolytonossággal azt tudom mondani, hogy 20 éve próbálunk és csinálunk színházat. Most jött el az a pillanat, amikor épületünk van, kettő is hirtelennyében, ugye a Pécsi harmadik színház és itt a nevelési központ. Pécs két olyan területét kívánjuk a nézőket kiszolgálni továbbiakban is, és fontos rendszerességgel, hogy ne kelljen akár beutazzanak a városközpontba, mi kivisszük a színházat minden alkalommal. Várjuk őket szeretettel. Miután magánszínházról van szó, mi addig fogunk működni, amíg a nézők úgy gondolják, hogy mi működjünk ilyen egyszer. Legfőképpen azt ünnepeljük, hogy itt Kertvárosban nyitottunk egy színházat. Kertvárosi színházat nem csak kertvárosiaknak. Azért itt 50-60 ezer ember él. Azt hiszem, hogy ez a városrész megérdemel egy színházat, egy nagyon jó színházat, remélhetőleg nagyon jó színházat csinálunk. Azt ünnepeljük, hogy 20 éves a cégünk, a Moravec produkció 20 éves, tehát 20 éve hozzuk össze a darabokat, rengeteg darabot, rengeteg sikerben volt részünk. Jól éreztük magunkat ezzel a 20 év alatt, reméljük, hogy ezután is így lesz. Azt ünnepeljük, hogy a közönség ma este nagyon-nagyon jól érezte magát, szóval hát hallottátok, olyan göndörkacajok voltak, hogy megfulladtunk. Szó szerint érted, megfulladtunk a nevetéstől, és ennek nagyon fontos volt, hogy vették. Most beszéltem a színészekkel, hogy érezték magukat, és azt mondták, hogy hihetetlen jó közönség volt. Tehát nekünk ez is fontos. Tehát remélem, hogy Pécsbe fogja fogadni ezt a produkciót is, meg a Moravec produkciónak még több darabját. Eddig nem panaszkodtunk, nagyon jól éreztük egymást a nézőkkel. Moravec Levente rengeteg ismert színésszel dolgozik együtt. Mindig az adott darabhoz kerestem szereplőket, és ezek a szereplők meg is maradtak mellettünk. Dolgoztunk velük továbbra is, volt, akivel nem dolgoztunk, de ő is ugyanúgy tagja a csapatnak, csak éppenséggel nem jött egy olyan szerep, amire vissza lehetett volna hívni. De lényegében van egy mag, azt szoktam mondani, hogy enyém az ország legnagyobb társulata, mert én azt a színészt hozom, akit én akarok. És ezek a színészek kivétel nélkül megmaradnak mellettünk. A Moravec produkció 20 éve gyártja nagy sikerrel a jobbnál jobb előadásokat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy ez vajon köszönhető-e annak, hogy Leventének és Ildikónak egy irigylésre méltó házassága van. Elég sok riportot adunk a házasságunkról, érdekes módon nem a szakmáról, nem a színészetről, nem a darabokról kérdeznek, hanem arról, hogy tudunk nem 20 éve, több. Sokkal több éve együtt élni és szerelemben, és a szerelem az mindig erősebb. És üzenem a nézőknek, hogy van ilyen. Tehát, hogy érdemes megpróbálni, mert az ember szeret valakit, az a legszebb. Csak ezt meg kell tartani. Hát ez egy külön előadás, ez egy külön műsor. Erről egy külön, tényleg erről kéne beszélni, mert ez a legfontosabb számomra. Szolnoki Péter is több éve erősíti a csapatot. Hogyha jobban utána számolok, akkor már 5 éve dolgozom együtt Moravec Leventével. Egy nagyon emlékezetes darab kapcsán.
5 évvel ezelőtt kitaláltuk jó páran, méghozzá Megyeri János, Bence Attila és jó magam, hogy Báthori Erzsébetről szeretnénk írni egy történelmi musicalt, és ehhez ki mást választottunk volna írónak és versírónak, mint Moravec Leventét. Nekem innentől datálódik a barátságom Leventével, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a barátság, ez máig tart, és remélem ez majd a sírig fog tartani, mert annyira jól tudunk együtt dolgozni, annyira jól inspiráljuk egymást, hogy ez a bizonyos történelmi musical is 2 hónap alatt elkészült. Igaz, hogy a bemutató még mindig várat magára, különböző okok miatt, de amíg azt sikerül bemutatni, mi már egy másik darabon is elkezdtünk dolgozni, aminek jövőre lesz a bemutatója, ez pedig Sasvári Sándor főszereplésével a Csődör című zenés darab lesz. Ez egy ilyen sírós, nevetős dráma, megspékelve nagyon kellemes kis dalokkal, úgyhogy merem remélni, hogy ez is legalább olyan jó fogadtatásban részesül, mint a mai bemutató. A 20 éves évforduló alkalmából Szabó Máté és Szolnoki Péter is üzent a Moravec produkciónak. Elsősorban minimum még 20 évet szeretnék kívánni a Leventéjéknek, illetve azt, hogy egy érdekes sztorit, ha megengedtek, elmesélnek, bár félig meddig, ahogy hallottam, a Levente is erről áradozott, hogy ő ezt megírta, ezt a darabot már nagyon régen. Ides Tova, 30 éve, valahogy a 80-as évek elején, közepén, és azt mondta, hogy nem biztos, hogy jó ez, inkább bedobja a fiókba. Majd eltelt egy kis idő, megint elővette, megint nem találta jónak, és aztán egyszer csak leporolódott ez a fiókban lévő darab, és kiderült, hogy borzasztó jó, baromi jó. Úgyhogy én azt kívánom a Leventének elsősorban, hogy írjon még, egy kicsit ne higgyen benne, aztán utána majd újra hihet benne, mert szerintem tök jó minden, ami a tollából kijön. Én nagyon szeretem az ő stílusát egyébként, én nagyon szeretem ezeket a fajta vígjátékokat, ami úgy pergő és úgy gyors, hogy egy-egy félmondatok vannak. Itt nincsenek monológok, illetve a darab legeleje ugye úgy indul, a Jánosnak egy hosszú monológia van, egy másfél oldal, de utána tulajdonképpen másfél sorai vannak mindenkinek, nincs 3 összetett mondat benne, hanem csak egy-egy szó, egy visszakérdezés, megint egy mondat, megint egy visszakérdezés, egy pici szünet. Én ezt nagyon szeretem, mert borzasztó játszható és nagyon vicces szerintem, és egy vígjátéknak minek kéne lenni, ha nem viccesnek. Még 20 évet szeretnék nektek kívánni, és hát természetesen velem együtt. Mostantól tehát többször is láthatnak előadásokat az Apácai Nevelési Központ színpadán. Az Őrültek Tornya című fergeteges vígjátékot például decemberben is megnézhetik majd újra. Erről szólt ma a fáma, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!